Amikor váltottam hangszert trombitából énekre, akkor az a Zeneakadémia felvételije volt. Eléggé bohém életet éltem. Ha úgy volt kedvem, akkor nem mentem be az órára többek között. Ha bementem, akkor meg felkészületlenül. És ezt egy idő után megunta az én énektanárom, és ajánlotta, hogy passziváltassam magam egy évre. És az az év, az egyrésztről szörnyű volt, másrésztről pedig, hát akkor változtam meg. Elkezded mondjuk hangosan, mármint hangosan, mondjuk mezzoforte, és akkor diminuendo. Néha a bátyám kísér. Őt én nagyon, nagyon nagy művésznek tartom, és ezért a tanácsait mindig megfogadom. Mivel én mondhatni még kezdő vagyok az éneklésben, ezért nagyon figyelnem kell a technikára, hogy az helyes legyen, hogy a hangok szépen meg legyenek formálva. Valami olasz főzök. Igaz, hogy van barátnőm, de nem élünk együtt. Nincs nő a háznál, ezért magunknak kell főzni. Hallod-e, Barnus? Most rakom be a sütőbe, mindjárt kész van. Addig gyakoroljunk már, jó? Gyere, persze. Nem kell izgulni, ne izguljál. Jól fogsz énekelni. Kezdj sok valam. Jó estét kívánok. Szervusz, köszöntelek a Virtuózok színpadán. Kérlek, mutatkozz be, mondjál magadról pár szót. Béri Benyámin vagyok, és Vincenzo de Crescenzo Rondine al Nido-t fogom énekelni. Ó, hát akkor egy nápolyi dal. Így van, igen. Fantasztikus. Tiéd a színpad. Köszönöm szépen. Sotto la gronda della torre antica una rondine amica allo sbocciar del mandolo è tornata. Ritorna tutti gli anni sempre alla stessa data. Monti e mare s'avarca per tornare. Nem ismered? Nem. Pedig egy zenekarban játszottok. Igen, de ott a jazz muzsikáról van szó, és ott sokkal szabadabb zenéről. És ott is énekel? Nem, a trombitál. A trombitál. Na. De ez fantasztikus. Sper in vano, ma non torna più. Tenor viszi el a vastapsot. Mindig egyszerűen mi szopránok le vagyunk lőve. Tenor megszólal, énekel 2 percig, neki nem kell 15 percig. Persze. Semmilyen virtuózitás. Jó, ezt most abba is hagyom. Nagyon szép lírai tenor hangod van. Nagyon tetszik a fiatalember létedre, a szenvedélyességed. Benne voltál ebben a nápolyi stílusban, ez egy teljesen másfajta, szinte másfajta éneklést is kíván meg, az attitűd is, és technikailag is. Szóval, hát mondhatnám, sorolhatnám, csak dicsérni tudlak. Nagyon jó az irány, nagyon jó. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm. Igen, az opera bizonyos szempontból a tenorokról szól, tehát jó, hogy vannak a dívák, de azért végül is valóban a tenorokról szól.
és akut tenorhiány van a világban, és egyre nagyobb kincs a tenor, és te óriási kincs vagy. Egyet mondok, nincs még meg az igazi átütő erőd, de ez nem baj, és fantasztikus, hogy nem akarod forszírozni, mert ez meg fog jönni, ez az átütő erő, és akkor fog megjönni, ha mered kivárni, és mersz türelmes lenni, az idő neked dolgozik, ez neked, az országnak, az opera életnek, a világ opera életének, minden szempontból nagyon nagy kincs, őrizd, és egyszer csak föl fog robbanni. Gratulálok! Köszönöm szépen! Picit elhúzta, ez az egy problémám volt, hogy egy hogy kicsit annyira tetszett, az annyira élvezte ezt az egész hangot, hogy úgy de ment szét. Meg tudta volt, egy pillanatig nem volt az érzésem, hogy ez átfordul a gics határába. Nekem is ez volt először a véleményem, amit András mond. De aztán rá egyrészt megtöltöttem, másrészt lehet, hogy pont ettől lepem egy kocsmai oszolemió. Igen, mert kitűzte magának célul, hogy ezt tessék megtölteni, és meg is csinálta.